Hölgyeim és Uraim, Gábor Dénes díjat vesz át dr. Józsa János Balázs építőmérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára és jelenlegi rektora, az MTA tagja. Az egyre nagyobb globális értéket képviselő felszíni vizek hidrodinamikája az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért. A tavi folyami környezetben lejátszódó folyamatok innovatív vizsgálati módszereinek kifejlesztésében és a gyakorlatban való átültetése terén kifejtett tevékenységért. Tavaink, folyóink vízgazdálkodási feladatainak megoldását segítő egyetemi és akadémiai kutatóműhely létrehozásában, a nagyfelbontású mérési mikrotechnológiai elmélet kidolgozásában, az vízfolyások vízminőségének modellezhetőségét segítő, meghatározó jellegű alkotó munkássággáért. Eredményei a hazai vízgazdálkodásban és a katasztrófa védelemben hasznosulnak. Gratulálunk a díjazáshoz! Följebb húzom magamnak. Tisztelt megjelentek, én egy 45 perces előadásra szocializálódott ember vagyok, és most azt az utasítást kaptam, hogy egy-két percben szólaljak meg. Ez majd, hogy nem embertelen próbálkozás. 45 percig én simán beszélek szabadon, de egy-két perchez kis puskára is van szükségem. Nagy megtiszteltetés nekem ez a díj, egy ilyen kiváló alapítványtól, egy ilyen kiváló kuratóriumtól. Köszönöm az anonim javaslattevőknek is, hogy engem ide fölterjesztettek. Pár szót magamról, a laudációt, illetve a szöveget kiegészítőleg. A Győr melletti Ménfőcsanakról indultam, kiváló pedagógus szülők gyerekeként. Pályát választottam, vízépítő mérnök szakra jelentkeztem a műegyetemre, emlékszem édesanyám szavaira, kisfiam, ez a te választásod, ezt neked egyedül kell végigcsinálnod, mert itthon te csak pedagógus életformát láttál. Milyen érdekes, hogy mérnök lettem és pedagógus, tehát félúton álltam meg ebből az indítatásból. Végzés után a pálya, Vituki, Viziterv, Algéria, újra Vituki, Finnország, és 1994-ben kerültem vissza a műegyetemre, és úgy néz ki, hogy ott meg is állapodtam. Pályám során kiváló főnökeim voltak, kiváló kollégáim voltak, mind itthon, mind külföldön, akik közül nagyon sokan barátaim is lettek. Megtiszteltetés, hogy első főnökeim közül a Vitukiból itt van jelen velünk dr. Rákóczi László, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam a pályám elején. Laci, mutasd meg magadat! Fontos a műegyetem közössége, ahol 94 óta tulajdonképpen, ha szabad ezt mondanom, a tehetségemet kibontakoztathattam, de hát valahol az én alkotásaimnak le kellett csapódnia, valahol arra igény kellett, hogy mutatkozzon. Ez elsősorban a hazai vízügyi szolgálat, aki mindig is mutatta felém ezt az igényt, és ösztökélt arra, hogy a munkámat ebbe az irányba kifejtsem. Ebből a közösségből legkedvesebb kollégám Janák Emil igazgató úr, akivel nagyon sok közös alkotásunk és eredményünk volt. Emil, légy szíves! A műegyetem közösségének nagyon sokat köszönhetek, de ott a legkisebb család, aki mindig körülöttem volt,
az a vízépítés és vízgazdálkodási tanszék. Közülük most ketten vannak jelen, nekik is, hogy úgy mondjam, ha föl akarnám becsülni a segítségüket, akkor azt egy Gábor Dénes díjjal tudom úgymond fölbecsülni. Krámer Tamás, Hajnal Géza. A családról nem kötelező, hanem, hogy úgy mondjam, elengedhetetlen beszélni. Róluk egy szóval lehet, már használtam ezt, fölbecsülhetetlen az a segítség, amit kaptam tőlük. Aki családtagnak érzi magát, az álljon föl egy pillanatra. Neveken már hál' Isten túl vagyok, és ezen a jákon. A műegyetemen, mondjuk meg őszintén, sokan megkapták már ezt a díjat, mert sok kiváló mérnök és tudós van a mi közösségünkben. Megtiszteltetés nekem, hogy ebbe a sorba most én is beléphettem. De szeretném itt elmondani, hogy a műegyetemnek mit jelent a Gábor Dénes díj. Ebben az évben alapítottuk meg az úgynevezett ipari professzori címet, ki, hanem a műegyetem egy ilyen címnek a megalapítója. Ott igazából nem túl sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen kritériumokat fogalmazzunk meg, hogy egy ilyen címet kinyerheti el. Az illető legyen vagy Széchenyi díjas, vagy Kossuth díjas, vagy Gábor Dénes díjas. Úgyhogy megtiszteltetés, hogy ebbe a sorba mi ezt be tudtuk emelni, és maga az alapítvány és a kuratórium is használja egészséggel ezt a fajta tényt. Ugye érdekes, hogy egy Kossuthot és Széchenyit is összehoztunk, persze már halálukban, gondolom, hogy annak idején ilyen békésen nem fértek volna meg egymás mellett. És végül, de nem utolsó sorban, ehhez le is teszem ezt a puskát, mert erre nincs szükségem. Én gondolom, hogy ránézésre leri rólam, hogy én olyan négy évtizeddel ezelőtt ifjúsági válogatott magasugróbajnok voltam. Ezt azért mondom, mert az életpályát az ember célszerűen föl tudja fogni egy nemes, végtelenített magasugró versenynek. Ebben a versenysorozatban úgy gondolom, hogy az én mostani Gábor Dénes díjam az egyik legszebb magasság, amit eddig megugrottam. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves János, hölgyeim és uraim! Egy évvel ezelőtt nem tudtam volna mást mondani, mint valamilyen más szavakkal elismételni a laudációt, amit hallottunk. Azóta az az örömért, hogy Jánossal együtt dolgozhattunk az Akadémia vízkutatási programjának a megalkotásán. Természetesen ennek része volt, hogy tapasztaltam azt az energiát, azt a lelkesedést, azt az odaadást, amivel ő ehhez a munkához hozzájárult, de külön szerencsém volt, hogy ennek kapcsán több rendezvényen megismerkedhettem a víztudománynak azzal az ágával, azokkal a módszereivel, amiket János és munkatársai művelnek. És minden ilyen előadás után csak még jobban megerősödött bennem az, hogy a víztudomány, a folyóvizek és minden egyéb vizsgálata mérnöki eszközökkel, matematikai eszközökkel, természetesen biológiai, földrajzi, meteorológiai eszközökkel milyen alapvető fontosságú, és én azért úgy gondolom, hogy János érdemeihez, és ahhoz, amit a jövőben várunk tőled, ehhez ezt mindenképpen hozzá kellett tennem.